Egy pici késéssel ugyan, de már itt is vagyunk a következő elődöntővel, még mindig a Budapesti Honvéd vívó csarnokában az első Budapest Darts Open Classic versenye. A következő elődöntő, már látjuk, Székely Pál és Pap Rajmund közreműködéssel fog játszani. Eldöntötték, úgy látom, Pali fog dobni Bóra. De még ezek a gyakorló nyilak, amiket látunk. Nagy Bence közben sajnálkozik, hogy ugye ezt a fantasztikus mérkőzést mindössze 150-200 ember látta jelenleg, és hogy ugye a magyar mezőny fejlődését figyelembe véve az ilyen versenyeket simán lehetne valamelyik sportcsatornán közvetíteni. Kedves Bence, nem vagyunk messze tőle, folynak tárgyalások erről, hogy átveszik a közvetítést valamelyik sportcsatorna. Másik az, hogy lehet, hogy most 150-200 ember nézte, de a statisztikánk az, hogy általában ezeket visszaszokták nézni, ezeket a mérkőzéseket később, és szinte minden egyes közvetítésünknek, hál' Istennek, ilyen 1500-2000-es nézettsége van. A Diamonds Cup-nak volt 3000-es nézettsége utólag, hál' Istennek. Ezért is örülünk azoknak, akik kíváncsiak a magyar dartsra, és szívesen nézik. Úgymond ez a kis visszajelzés, hogy jó csinálni ezt, jó leközvetíteni. Pali 25-öt dobott közben. Rajmund viszont 50-et, úgyhogy ő fog kezdeni. Ő kezdi az első leget. Minden páros leg Palié kezdésből kifolyólag. Nagyon szép kezdés, 134-jel Rajmund. Meg ugye hozzátenném még azért azt is, hogy van a Darts magazin, a Sport Egyen, minden hónapban szokott lenni egy, és ugye ott az összefoglalókat azért leadják ezekről a mérkőzésekről, versenyekről. ₹140, ha jól látom. Nem csak 100 volt. 140 volt, jól láttad. Jól láttam? Igen. Ja, már megint másik számot néztem, igen. Persze, mert ilyen rajmi kezd. Székely könyögöm lefelé nézzel. Jó, úgy tűnik lefelé néz. Igen, nagyon ügyesen. Nagyon ügyesen. Mert ugye egy 133-mal 170-re tudott volna kerekíteni. Így van, ezért, viszont ezért így egy 59-en marad a 244, de ez már megérő magában annyit, hogy a buksijának a kis kopasz részét megsimogassa. Buksi sim érkezett, számoltál, Pali, ügyi. Mondom én, aki nem tud számolni. Te sem. Igen. Meg ő sem. Egyébként a gyorsan volt időm, és még egyszer köszönöm Katona Bencének, volt időm megcsinálni Pali negyed döntőjének a statisztikáját, 76,61-es körátlaggal győzte le Dobos Dávidot, és természetesen az előző mérkőzésnek a statisztikája az már kint van a Magyar Dárt Szövetség hivatalos Facebook oldalán. Hát, ugye klasszikust idézek, tedd el humorosba, de ezt mindenképpen tegyük el, mert amit ott írtam is, hogy ez jelenleg magyar rekord. Tehát a streamelt kamerák által közvetített mérkőzések tekintetében a Magyar Dárt Szövetség által rendezett versenyen még soha nem volt ilyen magas körátlag. Bizony. Az országos rekordot az természetesen, de közben 102. Nagyon szép. Az utolsó a búra ment, és nem találta el Rajmund, úgyhogy Palinak ott az esély a 104-re. Ott nagyon szép. Kiszállót megvárom, négyes. És utána befejezem a gondolatmenetet. Nem, 12. Nem, 12 és a dupla 16. Nincs behely. Belül van. Úgyhogy Rajmundnak ott az esély, hogy ezúttal 25-re. Egy 9-es kerekítő, nem, egy tripla 1, és akkor dupla 11,
Kicsit olyan, mint hogyha belelógna a nyél. De De megvan, megoldja nagyon nagyon ügyes. szépen. No, tehát az abszolút magyar rekordot, azt viszont Bezzeg Nándor tartja egy magyar dárcliga fordulón. Ha jól emlékszem, akkor talán Vekerlén dobta, 122 fölött van, nem, most nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy Borbély Rikó volt az elszenvedő fél. Hát ott röpködtek a négy körösök, Hát úgyhogy... igen. 1-0, Pap Rajmundnak és Pali kezdte a második leget, oda-vissza dobtak egymásnak egy-egy százast. Krisznek tetszett a hozzászólásod, tedd el a humorosban. Hát igen, meg azt látom, hogy nem, meg azt is, hogy reméljük, hogy nem ez volt az egyetlen alkalom Székelytől, hogy számolt. Igen. Bízunk reméljük. Benne. Pont. Valamint egy kicsit rápihen erre a legre. Igazából neki nem nagyon kell kapkodni a Pali kezdéseinél, neki bőven elég, hogyha a sajátjaira annyira összerakja magát, hogy ott esélyt se adjon Palinak. 99 közben. 96. Lacikám, nem figyelsz? Most mondom, hogy 96. Na, figyelj látod. Oda. Pak. A földön Landolt. Pávegy, igen, azt nem, mondja, hogy Jászladány az nem Jászladány, az biztos, hogy nem Jászladány van volt. Egy másról híres. Jászladány az arról híres, hogy Hatos Józsi ott dobta az eddigi egyetlen olyan kilenc nyilast stílen, magyarok vonatkozásában, ami nem online volt, hiszen ugye Patriknak is van már kilenc nyilas a versenyen. Hát ő dobta az első magyar kilenc nyilast egészen pontosan. Így van, Patrik, jól tudod, az négy nyertleges mérkőzés volt. És ha jól emlékszem, akkor talán 4-1 lett a vége, tehát nem is nullára nyerte. Tehát Rikó is nagyon-nagyon jól játszott azon a meccsen, de hát ott Nándi fergeteges. Ott az elképesztő volt. Sajnálom, hogy nem láttam egyébként. Megvan a tripla 16, és akkor a dupla 8 a végére. Nincs mely. Lesz még azonban lehetősége visszatérni a táblához. Kilen... 101-nek is jó az. Oké, számoltam. Maradjon a 170 pont, úgyhogy Palin most már azért ott van a dobáskényszer, hiszen az ellenfél kiszállón van. Azt hova dobtad el? Bele a pluszba. Igen. Vörös kereszt. De ne bántsuk már a vörös keresztet, tehát ők jót tesznek az emberekkel. Benne na, ugye, van a harmadikra, úgy van. Ezt a zöldet kellett bántani. Oda a zöld félholdba, igen. Úgy-úgy. Száz? Talán. Annyinak tűnik. Nem, 140 volt. 140. Negyven egy. Már most kerekít, Pali, hogy utána ne kelljen kerekítőt dobnia, látom? Igen, végül is innentől kezdve semmi más dolga nincsen, dob két darab 180, utána kiszáll két nyilas 100-ról is, meg is van a 11 nyilas, tehát ki van ezt találva, kérem. Beszélni annyira könnyű róla, de... Igen. Megvan az első tripla. Ezt lehet, hogy megcsinálját, akkor rosszul második is. Második tripla. Akkor komolyan mondom, lemegyek hídba. 140, már azt nem hittem, merte megcsinálni. Lehet, hogy hallott, aztán nem akart engem kellemetlen helyzetbe hozni. És már Ajmitól is jön a tripla. Egy darab. Pont. Ismét jön a tripla Palitól. 100 pont. 100-as itt is. A nagy különbség nincsen. Nincs. Egy szép kerekítéssel jó kiszállat tudja magát tenni. Rajmundnak 177 jó lett volna a 24-hez. Már a 100 sem biztos, 60 pont csak, bár ugye kiszálló ez. Ja, Palinak viszont a 180 kellene, hogy egy nagyon szép 40 pontos kiszállót bizony adjon magának. Aha. Ebből nem lesz. Számolj, Székely. Így meg aztán végképp számolj, Székely. Könyörgöm, 25-re. Krisz, hiába reménykedsz.
65 a dobás közben Rajmitól. Ami kérdezném a technikusokat, hogy egy shotgun van a közelben? Bólogatnak, hogy nincs francba. Elég ez... Akkor Vasvilával is kiegyezek, azzal kergetem körbe itt a sportterepen. 82 közben 94-re kerekít ezzel, Pali. Elmegy az ötösbe, nem jön a tripla 13 sem, tripla 6 lett, úgyhogy 53 pontja van Rajvinak, egy szimpla 10, ezt most nem tudom, szerintem elszámolta. 28 a dobás, 48 pontja maradt. Igen. Igen, biztos, hogy elszámolta magát, bizony. A tripla 20 most már nagyon kell Palinak. Ez meg a másik. Nincsen. És ezzel gyakorlatilag ezzel a kezdéssel el is vette magától az esélyt, hogy egyáltalán rádobjon a duplára. Igazán a két szimpla dobással meg lehetett volna, hogy duplára érkezzen, ugye? Egy 25-essel és egy 19-essel. Viszont megkapja az esélyt Rajmitól, aki nem tudja megoldani a 48-at. Dupla 20. Első fölötte, viszonylag nagyon fölötte. A második már viszont benne van. Hát ezt most ajándékba kapta, legyünk azért reálisak, ezt most ajándékba kapta Székely Pali. Na, mi történik? Várakozó állásponton voltunk egy darabig, de úgy néz ki, hogy akkor most már minden rendben van. 135. Olyannyira, hogy Pali egy 135-tel vezeti fel a negyedik leget. A válasz mindössze. Rémet Szabolcs is mondta, hogy jó Zsolti, ezt nem hiszem el. Ezt már én se, tehát... Tényleg egyébként mindig ugye feljön a Pali kapcsán a Dartsmatek applikáció, amit ugye ő tervezett, hogy ő az iskola példája annak, hogy aki nem tudja, azt tanítja. Igen. Tehát teljesen, néha teljesen fogalmatlan dolgokat produkál a számolás tekintetében. Egy 140-essel. És 84 a válasz rá Rajmundtól. A 145-ös kiszálló Palitól nem lesz meg. Bull az nem jön eddig, 29, a dobás 49, a vége marad a 96 pont. Ideje van, hiszen Rajmi nagyon beragadt ebben a legben. Nézzük Székelyt 96-ra, megvan a tripla 20, dupla 18. És megvan második nyílból. Bocsánat, nem, két nyílból, rosszul mondom, két nyílból volt meg a kiszálló. 14 nyilas játék volt Székelytől, ezzel 3-1-re módosította az állást. Rajmi egyből... 95 jött a tripla végre Rajminak. Nagy Bence feltett egy érdekes kérdést. Hogyan lehet csökkenteni a dobott Robin Hoodok számát? Közben két órás gyakorlás során egyszer szárat mindig elpocsékolok. Nem elpocsékolod, hanem azzal, hogy te Robin Hoodot dobsz, azzal azt tükrözöd saját magadnak, hogy a dobásodat tökéletesen tudod ismételni. Egészen pontosan arra kell odafigyelni, innentől kezdve, hogy tudjad egy icipicivel mellé dobni a nyilat. Ez egy külön gyakorlási mód. Arról nem is beszélve egyébként, hogy ugye a szár, a toll, az a fogyóeszköz. Egészen pontosan. A feláldozhatók by Stallone és társai, tehát abból sajnos elhasználunk egyszerre ennyit. Igen. Úgyhogy az nem kell fennakadni. Nyilván ugye a
a szereléktől is függ egyébként, mert ugye vannak olyan szerelékek, mint például, amiről korábban beszéltünk, ezek a slim szárak, amik ugye hajlékonyak, na ott nem tudsz Robin Hoodot dobni. Ott nem, mert tehát belül ott ugye meghajlik alapból a szár, és elvezeti az érkező nyilat, csak ott annak viszont ugye az a veszélye, hogy annyit tud módosítani az érkező nyilnak a pályáján, hogy esetleg nem oda megy, ahova egyébként szánná hát az ember. Egészen föl tudja lökni centikkel a nyilat. Úgyhogy azon én nem akadnék nagyon fel, hogy sok a Robin Hood, mert amit Laci is mondott, hogy az azt jelenti, hogy egy minimálisat kell csak a mozdulatom korrigálni az első vagy második eldobott nyílhoz képest, és akkor ez teljesen kivéthető történet. Palinak kellene egy tripla mindenképpen, hogy ő is leérkezzen kiszállóra, hiszen... Jött is tripla. Hát jó, csak nem abból kellett volna. Alul viszont ott van nagyon szépen 92-es kör, úgyhogy 149 maradt, viszont Rajminak a 67. De 64, így, most a 14-es mindenképpen. Megvan a nagyon szép. Dupla 11. És megint nagyon szépen jött nagyon, a nagyon 11. tudja azt a dupla 11-et. 3-2 ezzel tartotta Rajmi a kezdését, egy nagyon szép ötkörössel. Ugye a folyóeszközről jutott eszembe, nagyon rég volt az úgynevezett Művész Darts Club. Igen. Annak idején Dózsa Gábor volt. De ezt nem a Kevin Painterről neveztétek el. Nem, ezt nem őről. Egészen pontosan a Művész Presszóban volt a nyitó, az első hely, az első gyakorló hely, és azért lett Művész Darts Club. És Dózsa Gábor az ottani vezető 140 közben. Őről mesélte azt nekem a Game Centernek a egyik vezetője, hogy megjelent a Gábor, amikor elkezdett egyáltalán gyakorolni dárcozni, megjelent, és vett 10 darab Phil Taylor nyilat. Majd egy hónap múlva visszament, hogy elkopott. Mind a 10 készlet. Mind a 10 készlet. Tehát akkor ezek szerint nem unatkozott. Nem, volt ideje gyakorolni, igen. Száznyolcvan! Az első a mérkőzésem. Pap Rajmund nevemmel lévéshetjük fel. És egyébként érdekes, hogy még ezzel a 180-nal is közel 10 pontos hátrányban van körátlag tekintetében Rajmund. 76-37-en áll, még Pali 86. És az első 9 is. És az első 9-es is közel 10-zel elmarad. Hát Pali igen, ez az előző kétleg, ez kicsit odavágott a statisztikai számoknak. Most viszont úgy nézem, összeszedte magát, 140. Gyönyörű. 3 kör után 137-es kiszálló 97 értéken. Pontos előnyben van, úgyhogy hátsó pályáról kezdte a leget Rajmi. Számolj székely, könyörgöm, váltsunk le? Persze, már nem mondok semmit inkább. Az az egy szerencséje van, hogy jön a tripla az bízott, utolsó. Nagyon bízott a tripla 20-ban. Megvan a tripla 19, dupla 20-a nem sikerült felemelni. Oh. 80, de még ez a jobbik verzió, mert hogyha a tripla 20-at találta volna, akkor besokal. Nagyon lehúzta a harmadikat. Továbbra sem jó a maradvány. Még mindig nem jó a maradvány. Tripla 18-ra kéne. Jött is viszont, nagyon szépen. Viszont Rajminál nem 60 a pontérték, hanem 57-nek kell lennie, hiszen 80 pontot dobott. Na, most már jó, oké. Lakatos Geri egy pillanatra megzavarodott. Igen. Megvan két a 15-es. Egyenlítésért. Még mindig van egy a dupla 10-re. Nincs nem benne. Nem sikerül megoldani. Úgyhogy de megint, kár egy ilyen szép legután. És megint oda dobja az esélyt Palinak, hogy tartsa a kezdését, és megint visszajön a kétleges különbség. Első nincs benne. Második sincs benne. Viszont oda alátéve már vele tud menni a harmadik. Nincs meg. Igen, jött a kérdés, hogy miért nem dobod el rendesen. Igen. Na, még egyet. Benne van a harmadikra. 3-3 az állás. Nem mondom, mert úgyis jössz megint a szóviccel, hogy mintha mi se történt volna. Igen.
Szervusz Attila! Előfordulhat, hogy nem tudta, hogy a szárak cserélhetőek. Na jó, nem. Nem. Konkrétan elkoptak a recék a nyílon. ...97-es kör. Természetesen egy olyan érték marad, amiről 180-nal sem lehet kiszállóra kerekíteni a következő körre. De hát tényleg ezeken már megselepődünk. Ezek már csak ilyen apróságok, ezek kis finomságok. De megdobta 180. Ez csak azért, hogy érzékelje, hogy marad a 169, ami ugye kiszálló. Ja, várjál, nem. Nem volt ma pozitív eset, Szabolcs. Mi vagyunk nagyon pozitívak, igen, hogy igen, ilyen jó mérkőzéseket igen látunk. Igen, bocsánat, igazad van, volt pozitív eset. 100 fölött dobott Kovács Patrik. ...47-es kör. Ez most már legalább kiszálló. Legalább ez. Nagyon szépen fölvált, 58 pont. A tripla hibázott, de az elgondolás az jó volt. És így viszont nem kell rámenni a tripla 18-as útra. Nyilván Pali rá fog menni a tripla 18-as útra. Nem. Nem. Akkor viszont tripla 10. Szimpla lett. Könyörgöm, 20-asra dobjál vissza, ne a 12-esre. Így. Ugyanis eddig a dupla 20 az nem nagyon ment neki annyira, nem volt annyira jó a hatékonyság. Amúgy a kiszállók szempontjából teljesen egára állnak, 3 per 11 a mutatója mindkettőjüknek. 140-nel rátette a terhet Palira. Ez egy kis picike terhet. Na és akkor a dupla 16. Első nincs benne. Kicsit viszonylag mellé. Jó helyen van, második benne van. Na. Négy, három az állás, Pali kezdi a nyolcadik leget. Mégpedig egy 100-assal. 100 pont. Hat van a válasz csak. Hátsó pályán egy kicsit többet kellene azt adni, hogy újra ki tudjon egyenlíteni Rajmund. De igazándiból annyira nem baj, hogyha a fiatalember nem dobja itt magából az életét is, mert még vár rá egy ifi elődöntő, és ha az jó végez, akkor még láthatjuk az ifi döntőben. Igen, most gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Rajmund az oka annak, hogy az ifi program csúszik egy kicsit. Igen. Az első követ, aki haragszik. Igen, már csak azért is, mert ugye az elgondolás az az, hogy a közvetítést azt az ifi döntővel fogjuk majd folytatni. Igen, de hát így most csere lesz, és a női döntővel fogjuk folytatni, mert a lányok már készen állnak. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy végső Adriennel és Ihász Veronikával. Igen, fogunk találkozni ez a mérkőzés után. Hány nyertig megy az a találkozó? Kicsit előre gondolkodjunk? 6. 6 nyertig megy. Elvileg addig a fiúk végeznek a negyed döntőkkel, mert az ugye 4 nyertig fog menni. Az már az elődöntőket mondod. Az elődöntőkkel, igen, mert a negyed döntők úgy zajlottak le, hogy a Balogh Dávid elverte a Budavári Zsombort 4-3-ra, valamint Kovács Ámos elverte Dobos Dávidot 4-3-ra. Itt mindenki elver mindenkit? Igen, Pap Rajmund győzött Marton Olivier 4-2-re.
és a negyedik negyed döntőnek a eredménye pedig Helfrick Patrik Sebestyén Bálint 4-1 arányban Helfrick Patrik javára. 171-el Pali 48-ra teszi magát, ezzel visszavette a kezdeményezést a saját kezdésű legében, hiszen Rajmund 186-ról kiszállni nem tud, viszont 86-ra ő is megérkezik, úgyhogy azért rajta van a nyomás ezen a 48-as kiszállón. Kösz, Robi. Itt mindenki. Én is szeretem az üvegtigrist. Még mindig a dupla 16. És nincs azt meg. Mondja, jó, igen, jó, nézzük, és akkor... Nézzük a fricskát 86-ról. A lehetőség az egyenlítés. Az előbb egy rövid bemutatót láthattunk a székelyféle Pantomim színházból. Igen. És nézzük, hogy a Bullal Rajmund... Nincs meg! Sikerül megoldania, nem sikerül megviccelni a Palita kiszállójával. Na, tehát akkor a dupla 8-a játék. Van lehetőség elrontani még 3 darab nyílt. Igen, és utána lehet kalimpálni a levegőben. Dupla 4-re még mindig van 2. Várjál, kitaláltam valamit csak. Na? Dupla 2. Nincs meg! No, őt mutassátok már. Nem. Mindegy, így nem volt jó. Kíváncsi lettem volna, hogy milyen balett mozdulatokat mutat be. Csak nem szinkronizálni akartad? Nem, alá akartam énekelni. Ott van egy elsőre, dupla 12, nagyon szép. 4-4. Hát ennyit jelent az, hogyha az ember nem oldja meg 6 nyílból a kiszállót. Igen. Sőt, nem is 6 nyíl volt. Nem is 6 nyíl volt, hanem 5. 5 bizony. Így van. Úgyhogy itt Pali csak magát okolhatja, bőven meg volt az esélye, hogy 5-3-ra módosítsa az állást, helyette 4-4, úgyhogy egy best of three legs itt a végére. Bizony, 100 ponttal kezdett Pali. És ugye a helyzeti előny az Rajmundnál van, hiszen ő van pálya előnyben, tehát hogyha tartani tudja most a Békés Sabai a kifjú titánja a kezdését, 100 akkor... pont vissza? Úgy látom, igen. 100 pont, bizony. Nagyon-nagyon könnyen szorult helyzetbe kerülhet a négyszeres egyéni magyar bajnok. 41 pont. És még azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szektorhiba még Pali kezére is játszik, hiszen látótávolságon belül maradt Rajmi. Igen. Még egy tripla jól jönne. Jött is, 140. 140. Nem kiszálló, ugyan, de kicsit lejjebb van. Igen, érezte egyébként ő is, hogy szükség van most rá. 81 pont, őszve kiszálló, 154. No, 220-ra. A 180 az mindent visz. Igen. 140 se rossz. Az itt azáig rendben van. 100 pont. Marad a Shanghai. Nem kell kimozdulni a 20-asról. Ebből viszont már nem lesz kiszálló. 98-al 56 maradt, nagyon szép. Meg kell oldani a Shanghai-t. A tripla megvan? Megvan a tripla 20. A szimpla nagyon szépen kiemelve. Nincs benne! Az hova ment el? Hopp! És van lehetősége javítani Székely Palinak, mert a szimpla 20, hogy a triplát talált Rajmund. Gyertszik, jobban szereti a dupla 16-at. Megvan a 7-es kerekítő. Benne van, és megvan a kiszálló. Ez megint csak egy olyan szituáció volt, ami ajándék egészen Székely Palinak.
97. Elég szépen kezdi Pali a saját számára győzelmet jelentő leget, de Raimond úgy látom szeretné visszavenni azt a, és döntőlegre vinni ezt a mérkőzést, 100-zal válaszol. Kilencvennégy. Marad a 3-10. Nagy Bence kérdezi, hogy az idei World Cupon ki fogja képviselni a magyar csapatot. Patrik helye 100%, de ki lesz a párja? Hát, várjunk még azzal a 100%-kal is, ugyanis ne felejtsük el, hogy a magyar válogatottnak úgy van az összeállítása, ugye a tavalyi év az egy kivétel volt a vírus helyzet miatt, de alapvetően a 180! Nagyon jókor érkezett. Tehát a magyar csapatot azt kiszokták játszani. Igen. Tehát attól függően, hogy van-e éppen magyar játékos a PDC ranglistáján, annak függvényében egy vagy két selejtező versenyt rendeznek, ugye ez gyors egymás utánban, tehát hogyha kettő, akkor is az is ugyanazon a napon történik. Délután és este. És ugye ahhoz, hogy Patrik helye 100%-os legyen, ahhoz neki fel kell kerülnie a PDC világranglistájára, tehát European Tourra kvalifikálnia kellene magát. Ha eljutunk egyáltalán addig, hogy meg lesznek hirdetve a European Tour versenyek, mely ellen még egy sincs meghirdetve. De abban az esetben, ugye, hogyha ő tényleg részt tud venni a Challenge Touron, és onnan egy versenyen részt vesz a Player Championships-en, onnantól kezdve ő ranglisten van az Order of Merit-en, tehát onnantól kezdve tényleg 100% a így van, viszont ugye erre még azért nem lehet építkezni, viszont azért azt se felejtsük el, hogy elviekben, szeptemberben lesz egy magyar rendezésű European Tour forduló, igen, ahova viszont a host nation, tehát a rendező nemzet négy játékost kvalifikálhat. És onnan akkor a két legjobb. És ott viszont akkor már kapásból négyen vannak, akik versenyben vannak azért, hogy ők legyenek ott a World Cup of Darts-on Magyarország képviseletében. Úgyhogy érdekes történet lesz még. Ez nem menjünk ennyire elébe. Pali viszont megoldja első nyíllal a dupla 20-at. 6-4-re nyert Székely Pál. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok esetben Pali ajándékba kapta a lehetőséget Pap Rajmundtól. Krankovics Laci ránk szólt, hogy nagyon Pali ellen beszélünk. Az ajándék Székely Palinak helyett mondjuk már azt, hogy óriási hibák Rajmundtól. Krankovics Laci, ezzel kapcsolatban is, hogy gyorsan annyit mondanék, hogy a tavalyi évben Székely Palival közösen nyertünk stílpáros